Az elszálló energiaárak miatt igazán komoly megterhelést jelenthet a túlzott villanyhasználat egy-egy család életében. A cégekről már nem is beszélve. Éppen ezért vetül egyre nagyobb figyelem a napelemes rendszerekre. Korábban egy-egy beruházás megtérülése a 10 évet is meghaladta, mostanra viszont ez az időszak a töredékére esett vissza. Hogyha a közgazdaságtannak számítjuk ki a várható áramárral, akkor most ki lehet jelenteni egy ilyen rendszer, 3-4 éven belül meg fog térülni. Tehát ennek ennyi a megtérülési ideje. Ez természetesen függ a rendszer minőségétől, a rendszernek az árától, tehát ki mennyit szán erre, ki milyen minőséget tesz föl magának. Ma már járci könnyedséggel lehet ilyen napelemes rendszereket egy-egy ingatlanra telepíteni. A profi cégek már az első telefonhívástól kezdve teljes körűen elintéznek mindent, ami ehhez szükséges. Mindenképpen egyeztetünk egy időpontot, mindenképpen kimegyünk helyszínre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Helyszínen sok olyan szempont figyelembe vétele kerül, amit úgy talán távolról, telefonon nem igazán lehet megbeszélni. Amikor ez megtörtént, átbeszéljük a feltételrendszert, megnézzük az ügyfél fogyasztási helyzetét, most jelenleg mennyien fogyasztása. Ami nagyon fontos, én személy szerint erre nagyon nagy hangsúlyt fektetek a beszélgetéseim során, mi az ügyfélnek a jövőbeni elképzelése, mit szeretne fejleszteni, mit szeretne változtatni, energetikailag mi az, amit későbbiekben bővíteni szeretne. Vagyis a modern rendszerek már a később jelentkező energiaigények kielégítésére is alkalmasak. Ebből adódóan én is és kollégáim is mindig hosszú távon gondolkodtatjuk az ügyfelet. Nézzük meg azt, hogy mik lehetnek azok a szempontok, amik később neki áramfogyasztást generálnak, és próbáljuk erre méretezni a rendszert. Ennek ellenére, hogyha ez megvan, még mindig hagyunk benne neki bővítési tartalékot, hogy későbbiekben ne érje semmilyen meglepetés, ha valamiért megnövekszik az energiafelhasználása, és így tudja bővíteni a rendszerét, már későbbi mindenféle bürokrácia meg engedélyezés nélkül. Műszakilag mi az, amit tud egy ilyen rendszer? Műszakilag amit tud, hát ugye elsőkörösen egyenáramot termel a napelem, inverter átalakítja váltóárammá, túl sok bonyolult eszköz ebből adódóan nincs benne, ez a két fő része, hát ugye tartószerkezetek, csatlakozások, de itt igazából műszakilag azt jelenti, hogy a napfényből hálózatban is használható áramot állít elő a rendszer, amit aztán az ügyfél bármilyen célra tud a lakásán belül vagy az ingatlanán belül fordítani. Jó hír azoknak, akik kacérkodnak a napelemes rendszer telepítésével, hogy az ilyen beruházásokra az elmúlt években folyamatosan volt pályázati lehetőség, és ez várhatóan a jövőben sem lesz másként. Most, ami jelenleg aktuális, ez az otthonfelújítási támogatás, amit, hát ha minden igaz, akkor december 31-ig be kell tudni nyújtani az ügyfélnek. Ez egy olyan támogatás, hogy előre finanszírozott, de utólag vissza lehet igényelni az 50%-ot, maximum 3 millió forintot, ez fontos kihangsúlyozni. Ez nagyon nagy segítség, tehát az előbb is említettem, egy ilyen támogatás például kapásból felezi a megtérülési időt. Mindegy, hogy milyen árral számolunk, de már felezi a megtérülési időt, illetve azt a pénzt, amit az ügyfél visszaigényel, további, akár energetikai célokra is tudja fordítani. Aztán itt ez a 100%-os ingyenesnek nevezett támogatás, amiben még ugye senki nem kapott támogatói okiratot. Körülbelül 45 ezer háztartás pályázott így országszerte erre a támogatásra. Nagyon-nagyon sokan reménykednek benne, hogy lesz belőle valami. Ennek egyetlen egy jelen pillanatban politikai háttere van, hogy még nem történt kifizetés. Gazdaságilag, hogyha ezt meg tudja a kormányzat valósítani pénzügyileg, akkor nagyon sok háztartás fog, ha nem is teljesen ingyen, de nagyon kedvező áron, magas támogatottsági aránya a napelemes rendszerhez jutni. Milyen részei vannak még egy ilyen rendszernek? Mennyi helyet foglal ez egy házban? Hát átlagos napelemes méret, annak kb. 1,82 négyzetméter felület kell panelonként, tehát ebből nagyjából ki lehet számolni, minden panelnak van egy adott teljesítménye, névleges teljesítménye, tehát most már azért az elfogadottak ezek a 375 watttól 450, sőt vannak 540-es watt teljesítményű napelemek is, ők nyilvánvalóan méretben nagyobbak. Az igazán profi napelemes cégek ma már nem csak egyszerűen a tervezéssel és a kivitelezéssel foglalkoznak, hanem az ügyfeleket a munka után is folyamatosan kiszolgálják. Van távfelügyeletünk is, amin keresztül, ha bármi probléma van az ügyfélnek, felhív bennünket, akkor rá tudunk nézni, meg tudjuk állapítani, mi lehet a probléma.
minden ügyfél nézi, kap applikációt hozzá, nyomon tudja a mobiltelefonon, laptopon, számítógépen követni, hogy éppen most hogy teljesít, mint teljesít, és minden ügyfél az első időszakban követi is nyomon, napról napra pontosan, hogy mit termel a rendszere neki. Sokszor sok kérdés van, felteszik, a kolléganőim a központi irodában türelmesen válaszolnak, ha szükség van rá, elmondják az ügyfélnek, hogy mi a fontos, egy bennünket is értékesítőket is nyugodtan kereshetnek, mi is tudunk rá válaszolni. A napelemes piac eszméletlen tempóban fejlődik, éppen ezért különösen fontos, hogy a megrendelők a lehető legmagasabb színvonalon gyártott termékeket kapják a beruházást végző cégtől. Azok a rendszerek, amiket mi telepítünk, nem nagyon igényelnek igazán későbbiekben javítást, karbantartást, mert működnek. Tehát olyan napelempaneleket, olyan gyártók napelempaneleit, akik a legnagyobbak a világpiacon, azokat az invertereket hozzuk, amelyek szintén a legnagyobbak a világpiacon, tehát velük nincs probléma. Nagyon-nagyon minimális. Tehát az az üzleti felfogás, hogy tegyünk föl minőséget, ez eddig tökéletesen bevált. Nem mindegy az, hogy az adott tárgyévben az a rendszer mennyivel többet tud dolgozni mondjuk egy másik rendszerhez képest. Ha az én rendszerem hajnalban egy órával korábban kezd, és este egy órával később zár, mert technológiájából adódóan ezt meg tudja csinálni, az azt jelenti, hogy napi szinten 2 órával többet dolgozik. A mostani energiaárak mellett és a piac kiszámíthatatlanságának következményeként a szakértő azt mondja, nem érdemes várni a napelemes rendszerek telepítésével. Itt most erről fog szólni a piaci jövőkép, kinek lesz készlete. Annak, aki a legnagyobb magyar importőrökkel áll kapcsolatban, vagy az, aki eddig próbálgatta innen-onnan behozni importból, vagy kisebb cégeken keresztül. Ebben az esetben ez egy nagyon fontos szempont. Hosszú távú anyagi biztonságról beszélünk. Ha ez a feltétel adott, akkor könnyebb a lakosságnak, könnyebb a vállalkozásoknak, de a terhek nem lesznek könnyebbek. A napelemes rendszerek ideje tehát mostanra már nem csak hogy eljött, hanem egyenesen a kapun dörömből. A szakember pedig azt mondja, aki teheti, most vágjon bele egy ilyen beruházásba, lehetőleg profi csapatot megbízva.